A kültagok eskütételével kezdődött a Balatonakaratjai rendkívüli ülés. A fiúk könyvtár üzemeltetésével és a honlapkészítő kiválasztásával kapcsolatos döntéseket későbbre halasztották. Helyettük a Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a hulladékkezelővel való szerződéskötés került a 23 pontból álló napirendbe. Megszavazták, hogy ismét benyújtják igényüket az Épgép Kft. Telephelyének megvásárlására, mely mintegy 19 millió forint kiadást jelent Balatonakaratjának. Eldöntötték, hogy Fülöp Zoltán bízzák meg a csapadékvizes pályázat közbeszerzési eljárásának tanácsadói feladataival. A zöld terület gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, a közutak fenntartását, a közvilágítás biztosítását és a strandok üzemeltetését folyamatosan január 1-ig átveszi Balatonakaratja. Matolcsy Gyöngyi polgármesterasszony kamerán kívül elmondta, hogy minden feladatot önállóan Balatonkenesétől függetlenül kíván ellátni a község vezetése, és csak a társulási szerződésben foglalt teendők esetében lesz együttműködés a két település között. Döntöttek arról, hogy a fogorvosi ellátást a Turident Kft., a gyermekorvosi ellátást a MedSpirit BT és a házi orvosi ellátást a MedBianco BT végzi, valamint hogy Akaratjai napló néven saját lapot indít a község. Megszavazták csatlakozási szándékukat a Kelet-Balatoni Kistérségi Többcélú Társuláshoz és a Központi Orvosi Ügyelethez. Szerződést kötnek a hulladékszállításra a Siókommal. Minden döntést egyhangulag támogatott a testület, így alig fél óra alatt véget ért az ülés.